Na mindenki! A mai kis videócska egy nem gyors, és hát egy nem egy hosszú videó lesz. Egy Stihl MS660 anédaukta, mert nekem még ilyenről nem volt. Ugye, aki néz a csatornámat, az tudja, hogy ez egy új szerzeményem, a 660-as. Én is régóta vadászok egy 660-ra, egy ilyen faszára, mint ami itt is van, ez egy eredeti és bontatlan stíl, minden alkatrésze, mindene. Ez nem kosárból összerakott, ez nem, nem volt szedegetve, ez csak használva volt. Egy 2014-es, nagyon jó kompresszióval, és amit tudni kell róla, hogy ezt a 660-as gépeket, nem ő a legnagyobb, mert ugye van még 880, meg a többiek, ezt hát az erdészetekben nagyon elterjedt gép, ezt nagyon sokan szerették, mondják, hogy nehéz, de nem olyan nehéz ez, ahogy mondják. Nagyon nyomatékos, nagyon kezes, start tartós gép, és én nekem is becsúszott egy ilyen. Ugye, hogy tudjak majd az orosz andrással menni dolgozni, hogyha kell, majd még egy kis takarítás a a videó, annyira úgy nem adja vissza a Mézga TV-nél voltunk fűrészelni, ott egy kicsit poros lett, ott lett bejáratva, úgymond, hogy én is szokjam ezt a gépet, ottan kicsit lemaradt a többiektől, fordulatba, aztán a Mézgának a digitális fordulatszám mérőjével beállítottuk, mert gyári értékeken volt a gép, és most 13500-at forog, meg 23400 az alapjárata, egyből meg is változott a hangja neki, amit fogok majd még vele csinálni, a kipifogót azt le fogom venni, le fogom festeni hőálló feketével, meg még teszek oda egy hővédő lemezt, ragasztót, meg egy kis puculás neki, illetve kézzel finoman fel fogom egy kicsit csicsásítani, meg fogom dörzsölni, magyarul meg fogom polírozni, a műszaki adatai azt pedig stíl lemes 660, 91,3 köbcenti, egy igen kemény nyomatékos gép, mondom nektek, azt mondja, 5,2 kW, ami kereken 7 lóerőt tartalmaz, egy nagyon erős gép, úgyhogy van még ittem vagy kin nekem, ha most is fáthasgatok, egy olyan jó mázsa, nagyon kemény, óra-bórafa. Sokan nem tudják, az a szilvafárnak egy ága. Nagyon kemény nyersen is, hát szárazon meg borzasztó. Na abból még azt a egy mázsányit össze akarom vele vágni. Kicsit hagyjáródjon, mert mióta nálam van az egy tankból, még annyi ment ki. Még van benne egy ilyen negyednyi tank, azt szerintem pont elég is lesz. Fogyasztása, hát nem eszik sokat amúgy, ahhoz képest, amilyen teljesítménye van és megyek ki, és akkor felteszlek titeket majd a kamera árványra, és akkor megnézzük, hogy hogy muziká, tényleg sokkal jobb lett a beállítás után, és én nagyon örülök neki, hogy beugrott egy 660-os a csapatba, nekem, illetve majd a videó után fogom készíteni a kompresszió kihívásra, őt fogom benevezni, meg a 032-es tilt, és akkor azzal a kettővel fogok én nevezni. Na menjünk is hátra!

Na no, így musikára egy 660 os szavaztok.